Magyar Zoltán és Burány Sándor a vendégeink. Jó reggelt kívánok, köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, és hogy velünk kezdik a napjukat. Jó reggelt. Abban maradtunk, ugye Krisztinával ugye említettük, de csak éppen, hogy megemlítettük a jövő évi költségvetés apropóján, egy nagyon-nagyon sok kritika éri a kormányt. Nyilván az ellenzék részéről stabil költségvetésnek látja ezt a kormány, több olyan terület van, ahol ők azt mondják, hogy nominálisan is több pénzt fordítanak az adott területekre. Ilyen például az oktatás, ilyen például az egészségügy, az ellenzék azonban mégis elégedetlen. Hát ennek viszonylag egyszerű oka van, és egyébként nem csak az ellenzék elégedetlen, az összes elemző elégedetlen, a Magyar Nemzeti Bank is elégedetlen, természetesen más és más szempontból. Amiben mondjuk az én véleményem a Magyar Nemzeti Banka egybevág, az az, hogy az infláció, amit a kormány betervezett, az tarthatatlan. Az egész jövő évi költségvetést és az ehhez igazított nyugdíjemelést, ezt ne felejtsük el, 3%-os inflációval tervezték, miközben most már 5% fölött van az infláció. Az elemzők és a Magyar Nemzeti Bank pedig pontosan attól tart, hogy ez az infláció, ha nem tesz semmit a kormány, illetve a jegybank, akkor még inkább elszabadulhat. Élelmiszer áraktól kezdve az építőipari anyagi árakig bezárólag mindenen látszik, hogy itt most brutális áremelkedések történnek. Na most ebből, ami az embereket érinti, túl azon, hogy persze ki kell fizetni a pénztárnál az étolajnak a magasabb árát, az az, hogy megint azt a játékot játssza a nyugdíjasokkal a kormány, amit már 10 éve, vagy több mint 10 éve tudatosan alátervezi az inflációt, tudatosan kisebb nyugdíjemelést ad, majd évközben kompenzálja, mintha ajándékot ad, amiközben egyszerűen csak a törvényi kötelezettségének tesz eleget, másrészt addig, amíg ezt a kompenzációt végre nem hajtja, addig lényegében a nyugdíjasok hiteleznek a költségvetésnek, miközben ez fordítva lenne inkább természetes. Ez az egy olyan eleme van, amit most így kapásból szóba hoztam, amiben az ellenzéki politikusok kritikája teljesen egybevág az elemző és a Magyar Nemzeti Bank kritikájával. Képviselő úr? Igen, mi is így látjuk, tehát nem véletlenül nyújtottunk be például a költségvetéshez több száz módosító indítványt. Több százat. Több százat, így van. Mondanom se kell, hogy egyetlen egy sem került elfogadásra, egyetlen ellenzéki módosító sem. Mondhatnám, hogy megszoktuk, de azért ez még minden évben mellbe vágó élmény tényleg, hogy az ember dolgozik vele, összegzi azokat az információkat, meg igényeket, amelyek bejönnek a választóktól, és aztán ennek a munkának igazából nincs foganatja. És nem hiszem, hogy az összes ellenzéki képviselő folyamatosan felesleges és rossz indítványokat adna be, sokkal inkább arról az arroganciáról van szó, amit a kétharmadnál már megszokhattunk. És igen, mi is úgy gondoljuk, hogy itt az inflációval azért nagyon elszámolták magukat. Tényleg elég, ha bemegyünk egy napi élelmiszerbevásárlásra, és ezrekkel kerül többe, mint akár egy vagy két évvel ezelőtt. Abban az esetben, hogyha 2022-ben ugye a jelenlegi ellenzéki összefogás győzne, és ők kerülnének a hatalomra, ugye egy-két részletet most már ismerhettünk Karácsony Gergely programjából, de ezek tényleg még nagyon-nagyon felszínesek, érintőlegesek voltak. Mi mindent változtatnának meg mondjuk egy költségvetésben, akár a költségvetés tervezésében, nem nyáron lenne, hanem mondjuk más időpontban, akár különböző területekre, akár a nyugdíjasokra vonatkozólag? Hát elsősorban a koncepcióját. 2010 óta minden költségvetés, minden adótörvény, minden kedvezmény egy célt szolgál, hogy akinek egyébként is jól megy, azok még több kedvezményt kapjanak állami forrásokból is. És akiknek minél rosszabbul megy, azoktól meg elveszik. Ugye 2010-ben úgy kezdődött, hogy a minimálbért, ami addig adómentes volt, megadóztatták. És rögtön olyan kedvezményeket adtak, hogy a családok azon része járt jól, az adófizetők azon része járt jól, akik jobb helyzetben voltak az átlagnál. Akik rosszabb helyzetben vannak az átlagnál, és voltak az átlagnál, azok meg rosszul járnak. Tehát ez az egész költségvetés és a mögötte álló osztogatás elsősorban a baráti cégeknek, a legjobbaknak, leggazdagabbaknak kedvez, az 1%-nak kedvez, nem a 99%-nak. Ezt a koncepciót kell radikálisan megfordítani. Az államnak nem az a dolga, hogy azokon segítsen, akiknek egyébként is jól megy, az államnak az a dolga, hogy azokon segítsen, akiknek különben nem megy annyira jó, sőt, kifejezetten szegény helyzetben vannak.
Igen, egyet tudok érteni, azzal teljesen abszurd a helyzet Magyarországon, hogy valakinek van egy tisztességes bejelentett munkahelye, végdolgozza a hónapot, és mégis a fizetése csak annyi, hogy a hónap végén mondjuk a rezsim már gondolkodnia kell, hogy be tudja elfizetni, vagy meg kell várni a fizetését, és mindez egy stabil, átlagos munkahely mellett. Ez elfogadhatatlan, és valóban rajtuk kellene tudni segíteni, akiknek egyébként minden lehetőségük meg lenne arra, hogy önerőből is előrébb jussanak, illetve azokon kell segíteni, akiknek szociális szempontból ez fontos. Hadd kérdezzek valamit, bocsássatok. Nyugodtan, sőt, örülök. A Párbeszéd frakció vezető helyettesétől szeretném kérdezni, ugye önök azt mondják, hogy a legkisebb keresetűeknek azonnali segítségre van szüksége, minimál béremelés lenne azonnal szükséges. Ugyanakkor a Robi említette, hogy megjelent, de hát ugye napokban bemutatta a programját a Párbeszéd, az MSZP és az LMP miniszterelnök jelöltje és a mozgalom, és a sajtó úgy számolt be róla, hogy egyetlen szó sem esik benne az alapjövedelemről. Az alapjövedelem az egy feltett szándék, tehát a Párbeszédnek ez változatlan szándéka. Miért nem szerepel a programban? Egy miniszterelnök jelölti programban most az első fázisban azok az elemek kellenek, hogy szerepeljenek, amik a legszélesebb körű egyetértés. Hadd idézzem önöket, az alapjövedelemnek masszív a társadalmi támogatottsága, igen, a bevezetés pusztán politikai akarat kérdése. Hiányzik-e a Párbeszédből a politikai akarat most már az alapjövedelemre? Nem, hanem egyszerűen arról van szó, hogy a leendő közös miniszterelnök jelölt figyelembe kell, hogy vegye valamennyi ellenzéki pártálláspontját. Ezt így nem lehet kimondani, nem támogatja. Mondjuk úgy, hogy a háttér tárgyalásokon azért vannak kérdőjelek, vannak viták, hiszen egy olyan nagyságrendű kérdésről van szó, aminek a bevezetés. Ami a Párbeszéd egyik karakterét adja. Így van, aminek nem csak a bevezetése okozhat vitát, ha abban egyetértés is van, de az, hogy milyen ütemezésben, milyen módon, ezt azok az országok is nagyon megfontolták, akik elkezdték bevezetni részlegesen, stb. Olyan ennek országok ütemezéséről... is elkezdték most, amelyeknél fel nem merült, igen, korábban ennek a lehetőség. Így van, egészen más szempontból képzelik ezt nyugaton, mint amilyen szempontból nálunk szükség van. A lényeg az, hogy ezt Karácsony Gergely is úgy hirdette meg, ezt a pontsorozatot, 2x9 pontból álló, mint a magját, és ezt akarja bővíteni, és nyilván a leendő választási program valamennyi ellenzéki pártálláspontjával kell, hogy találkozzon. Így már indulásnál is azok a programpontok voltak benne, amiben várhatóan vagy nincs vita, vagy minimális vita. Nagyon röviden csak azt hadd kérdezzem meg, mint partner az ellenzéki összefogásban, a Jobbik nem ért egyet az alapjövedelemmel? Abban a verzióban, ahogy korábban az elhangzott a Párbeszéd részéről, nem, de ezért a program részét nem én vagyok ugyan a felelős, de úgy tudom, hogy meg lesz az a közös megoldás, amely mind a hat pártnak megfelelő. Köszönöm, azért akartam rá kitérni, mert egy nagyon markáns jellemzője a Párbeszédnek az emellett való kiállás, és hiányzik a programból. Igen, igen, de egyébként nem is baj, hogyha felszínre kerülnek ennek, valószínűleg az ellenzéki pártok is azért örülnek, hogy tisztázhatják a nyilvánosság előtt esetleg a különbségeket, a nézetkülönbségeket különböző területeken, mert ugye éppen a parlamentben a héten elfogadott pedofil ellenes törvény is ilyen volt. Kimondottan kérte mondjuk a Momentum is ugye a Jobbikot, hogy ne szavazzák meg, sőt ne is vegyenek részt ugye az országgyűlésnek a szavazás pillanatában. Ez megtörtént. Most a kollégáink készítettek ezzel kapcsolatosan egy összefoglalót, azt megnézzük, és akkor utána folytatjuk a beszélgetést. Köszönjük. 157 igen, egy nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. A kormánypártok és a Jobbik által megszavazott, melegellenesnek titulált pedofil törvény nem csak hazánkban, hanem nemzetközi szinten is komoly felháborodást keltett. Aggodalmát fejezte ki a budapesti amerikai nagykövetség és a német külügyi államminiszter is. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig egy Twitter üzenetben azt írta, hogy aggasztó az új magyarországi törvény is felmérik, hogy a sérti-e a vonatkozó uniós jogszabályokat. A 24.hu-nak Franciaország európai ügyekért felelős államtitkára arról beszélt, hogy az Európai Tanács egyik legfontosabb szerve, az általános ügyek tanácsa, a melegek kirekesztésére alkalmas módosításokról jövő héten tárgyalhat. Ez egy közvetett emberi jogi jogsértés. Latmon Tamás híradónknak arról beszélt, hogy az uniónak ebben az esetben korlátozottak a lehetőségei. A nemzetközi jogász úgy látja, hogy abban az esetben van lehetőség bármilyen EU-s ellenőrzésnek, ha a magyar törvény bármilyen, az unió alapjogi kártájában foglalt emberjogi sérelmet valósít meg. Most, hogy nemzetközi szinten is egyre több kritikát kap ez a törvény, ez az elfogadott törvény, a Jobbik utólag sem bánta meg, hogy megszavazta?
Egyáltalán nem. Tehát azért a pedofil ellenes törvénynek a gerince mégiscsak arról szól, hogy például a fideszes Kaleta Gáborokhoz hasonló alakok, akik pedofil bűncselekményeket követnek el, azok ne úszassák meg néhány százezer forintos pénzbüntetéssel, hanem megfelelő letöltendő börtönbüntetést kapjanak. És a Jobbik azt is vállalta, hogy a törvény diszkriminatív részeit kormányra kerülve természetesen támogatni fogjuk ennek a kivételét. Tehát ilyen formában most is úgy gondoljuk, hogy jól döntöttünk. Beszéljünk egy kicsit a Moson-Magyaróvári kórház helyzetéről. Élőláncot szerveztek a kórházért, csak este 8-ig van például sürgősségi ellátás a kórházban. Azt írta a kórház, és hadd térjek erre ki, hogy nagyon sok beteg megy hozzájuk ügyeleti időben, nem sürgősségi problémával, ez egy országos jelenség. Ez nagyon régóta így van, ez nagyon régóta problémája az a kórházaknak. És hogy ezért kérik a lakosságot, hogy tájékozódjanak a szabályokról, és a nagy terhelés miatt szigorúbban tartják be. Mi a háttere, mi az egyéb probléma, és csak erre, amire kitértem, erre tulajdonképpen azt mondja ön is, hogy ez egy általános probléma, és évek óta tart. Hát igen, gondolom ez egy általános probléma, csak az a helyzet, hogy Moson-Magyaróváron hiába múlt el a Covid-járvány, reméljük tartósan, nem állt helyre a sürgősségi ellátás, tehát este 20 óra után már nem nagyon érdemes balesetet szenvedni Moson-Magyaróváron meg a térségben, mert legközelebb Győrbe 50 kilométerre fogják irányítani az embereket, meg hát jelenleg is ez zajlik. Ezek teljesen leáll a sürgősség, ez a lényeg. Annak. Este 20 óra után leáll, illetve egész nap nincsen szülészet, nőgyógyászat és gyermekosztály. És hát az a helyzet, hogy ez nem csak az a 33 ezeres város, mint aminek mondjuk Budapestről a döntéshozók szeméből tűnik. 45-50 ezeren élünk már a városban, még ha nem is hivatalosan, ott van a teljes térség, a Szigetköz, Jánossomorja, az M1-es autópálya, több ezer ingázó Ausztria irányába, tehát óriási az igény és a leterheltség, úgyhogy megértem a felháborodást, és én ezt igyekszem képviselni akkor, amikor mondjuk élőláncot szerveztünk közösen a többi ellenzéki párttal, illetve aláírás gyűjtést kezdeményezünk, aminek szintén óriási érdeklődése van és sikere van. És hányan írták addig alá? Hát még nem összegeztük, azt a célt tűztük ki, hogy a hónap végére végig fogjuk gyűjteni, de már most jóval több ezer aláírás fölött vagyunk, ami egy ekkora városban egy példátlan eredmény. Hát szomorú, hogy ennek ilyen apropója van, de én azt képviselem, hogy csak az összefogás lehet az, ami képes akkora nyomást helyezni a térség kormánypárti képviselőire, meg egyáltalán az egészségügyi döntéshozókra, hogy ezt a folyamatot megállítsuk és megmentsük a kórházunkat. Tapolca körül is emlékszem, hogy mekkora helyi felháborodás volt, és aztán a folyamat végül végbe ment. Igen, hát bízom benne, hogy itt sikerül ezt a kitartást és ezt a közös összefogást véghez vinni és végigvinni. Tényleg abszolút igazságtalan, és ráadásul az emberek szemébe hazudnak. Tehát amikor mondjuk az országgyűlésben én ezt a problémát felvetem, akkor Rétvári Bence feláll és szemrevenés nélkül elmondja, hogy nem is igaz, amit én állítok, és nincs itt semmiféle probléma. Aztán a térség országgyűlési képviselője, kormánypárti videóüzenetben mondja azt, hogy csak néhány nap türelmet kér, az is már sokszor letelt. Rengetegszer át lettünk verve. Igen. Még maradt annyi időnk, hogy gyorsan átbeszéljük, hogy az autópálya koncesszióját megvalósítja a kormány, hogy ez tényleg sikerül-e. Ezzel kapcsolatosan van-e bármifajta aggályuk? Hát csak aggályunk van. Csak aggály. Hát egyrészt is az olyan intézkedések sorába tartozik, ami a kormánynak a pánikreakciója, hogy mindent kivenni most állami kezelés irányítás alól, mert elveszítik a választásokat, és akkor nem marad semmi a kezükben, ellenzéki képviselőként kritizálhatják legfeljebb a kormány döntéseit, és gyorsan a sajátjaiknak oda akarják adni, amit csak lehet, amit csak mozdítható. Úgyhogy ez is ennek a sorába tartozik vele, semmi nem indokolja itt és most már Magyarországon, hogy egy ilyen horderejű koncesziót kiírjanak, ha csak nem az, hogy ezt még nem játszották át a haveroknak. Igen, de mi a legnagyobb félelem ezzel kapcsolatosan? Tehát itt ilyen gazdasági félelme van az embernek, vagy esetleg az, hogy majd most fognak lerombolni, mit tudom én, az autópályáknak az állapotai, nem fogják felújítani, nem fogják karbantartani. Egy példát hadd mondjak, bocsáss meg, Robi, ezzel kapcsolatban, bocsánat, csak a tények tisztelete érdekében, hogy az M5-ös és az M6-os kapcsán, ami ugye már készen van, megjelent az, hogyha hitelből építették volna ilyenfajta koncesszió helyett, akkor a magyar GDP 7%-át takarította volna meg az állam egy másik konstrukcióban. Csak ugye az autópálya fenntartás jelenleg egy nyereséges üzletága Magyarországnak, tehát ezért is értetetlen. Másrészt pedig olvastam olyan szakértői... De nincs lehető uniós forrás, bocsánat. Értem, csak olvastam olyan szakértői véleményeket, hogy ekkora tételben kizárólag Kína
fog majd jelentkezni erre a koncesszióra, és hát akkor megint ott vagyunk, hogy egyre inkább úgy tűnik, hogy Kínának egyfajta ilyen trójai falova lesz itt Magyarország Európa közepén, hát tényleg túl sok ez a gyanús ügylet. És ne felejtsük el, akárkinek a tulajdonában van az autópálya, akárki üzemelteti, a kártyúzásért mindig bennünket, politikusokat fognak ott okolni, meg a kormányt. Tehát könnyen előállhat az a helyzet, hogy a nyereséget a koncesszió nyertese fogja bezsebelni, de végül mégiscsak az állam kénytelen kártyúzásra, útfelújításra költeni az adófizetők pénzéből, miközben a nyereségből meg nem részesedik. Legyen ez a szomorú végszó. Köszönjük, hogy eljöttek. Köszönjük.